Óvodások, szülők és általános iskolások gyűltek össze a Bezeréri kastélyban hétfő délután. Rajzpályázatot hirdettek meg a házasság hete jegyében Pongrácz Máté helyi evangélikus lelkész kezdeményezésére, melyből tárlatot rendeztek be a kastélyban, és itt adták át a díjakat is. Az eseményen dr. Lackovics Takács Tíme, a alpolgármester, aki egyben a körzet önkormányzati képviselője is köszöntötte a résztvevőket. Mémfőcsanakon az idei évben első alkalommal került sor a házasság hete esemény sorozatra. Az ötletgazda és a főszervező Pongrácz Máté evangélikus lelkész úr, sőt találta ki a rajzversenyt is, melynek a központi témája a családból, és meglepően sok pályamunka érkezett az óvodás korosztálytól egészen az általános iskolás korosztályig. Nagyon örültünk, hiszen rengeteg gyönyörű rajz született, és próbáltunk mindenkit valamelyik díjazni, jutalmazni, senki nem megy üres kézzel haza a mai napról. A gyerekek máskor is könnyen kaphatóak erre, hiszen én úgy emlékszem, hogy már sok ilyen kiállításra jöttünk ide a csanaki iskolába. Így van, mind a helyi köznevelési, közoktatási intézmény, az iskola és az óvoda is minden helyi rendezvényben partner és aktív közreműködőjei, ugye a gyerekek is természetesen. A mémfőcsanaki iskolások és óvodások több műsorral is készültek a tárlat megnyitójára. Az ötletgazda lelkész szerint a gyerekek nagyon színesen ábrázolták a családot. A házasság hetéhez való csatlakozás az igazából onnan jött, hogy láttuk, hogy Győrben mennyire jól működik ez a rendezvénysorozat, és arra gondoltunk, hogy Mémföldcsanakon is lehetne. Nyilván nem olyan hatalmas mértékűt, mint ami Győrben van, de a településünkhez mérten egy ilyen családiasabb, barátibb jellegű rendezvényt létrehozni. Olyan jó volt, hogy mellénk álltak az itteni testvéregyházak, intézmények, párkapcsolatsegítők, mindenki, hogy egy olyan rendezvényt szervezhessünk, amely a miénk tud lenni, és a rajzpályázat pedig igazából valahogyan az út közben alakult, hogy olyan jó lenne, hogyha nem csak a felnőtteknek szólna ez az egész, hanem egy picit a gyermekeknek, és hogy a gyermekek meséljék el, hogy hogyan látják ők az apát, anyát, házasságban, az örömös pillanatokban. Úgyhogy ez a 236 alkotás, ez tulajdonképpen erről mesél, hogy milyen az élet itt Mémföldcsanakon. A pályázó óvodásokat és általános iskolásokat jutalmazták is, az oklevelek mellett pedig a kicsik családi állatkerti belépőket, a nagyobbak pedig dr. Lackovics Takács Tíme támogatásával Mobilis belépőt kaptak. 236 pályázat érkezett, csütörtöki nap délelőtt tárgyaztuk arra, hogy itt többet magunkkal és rajszakos kollégákkal, szakemberekkel értékeltük a pályaműveket. Nem volt külön műfaji kiírás, tehát nem volt külön a technika meghatározva, és a sokszínűségből láthatják, hogy a gyerekek temperával, akvarellel, illetve hát színes ceruzával csodálatosabb alkotásokat hoztak létre, és a kategóriákat már elmondták, hogy óvodától, tehát 3 éves kortól 14 éves korig az első, második, harmadik helyezetteket értékeltük. Mémfőcsanakon pedig folytatódnak a házasság hetének programjai, lesz gyertyafényes vacsora, párosfutás, házastársas, és meg is áldják majd a szerelmes párokat.